Sziasztok! Ez itt a mostani e-heti Vanhand Show, Radakovics Mihály vagyok, és hát kezdjük a legfrissebbekkel, avagy Norvégia nyerte meg a női kézlabda Európa bajnokságot, megvédték a címüket, és történetük során 9. alkalommal értek fel a csúcsra. A fináléban egy remek találkozón 27-25-re győzték le Dániát. Hát mondjuk, hogy az addigi döntőhöz képest abszolút színvonalas találkozót láthattunk. Hát tényleg nem sokon múlott az, hogy akár Dánia feléren újra a csúcson, még pedig 1996 után nyerhettek volna újra kontinenstornát. De hát az utolsó negyed órában Norvégia elképesztő hajrát produkált. Hát ugye 22-18 volt Dániának a 43. percben, és onnan egy 9-3-at csináltak a norvégok. Hát óriási volt szinte, megmutatták azt, hogy ők miért is Norvégia, ha úgy tetszik, mert hát szavakhoz nem lehet jutni. Persze én bántam valamelyest a tip mixem miatt, mert még a tornán elején Dániát tettem meg végső győztesként, de hát reménykedhet, nekem is már csak a reménykedés maradt, sokáig örültem meg minden, de hát Stinoft Dálégat egyszerűen nem lehetett ezúttal sem megfogni. Már látszott, teszem hozzá, a franciák 28-20-ra megnyert elődöntőben is, hogy hát ők egy más szintet képviselnek, még a franciákhoz képest is, akik hát váratlan lebőg is produkálnak, főleg a mérkőzés hajrájában. Na, történt, ami történt, eleve Dániának ez egy remek siker, hiszen ugye Jesper Jensennel ugye 2020-as EB-n ott voltak a négy között, de akkor negyedikek lettek, tavaly a világbajnokságon már felértek a harmadik helyre is, és ezúttal már egy EB ezüstérem is összejött 2022-ben. Hát ha így folytatják, akkor jövőre éppen hazai pár egy világbajnoki cím is jöhet. Hát ha ez a sor minta megy tovább, nem semmi lenne az egészen biztos. De hát, és be kell térnünk az ezüstet. Ezt teszem hozzá úgy, hogy 18 év után jutottak újra döntőbe az EB-n, és hát akkor is Norvégiával játszottak, és fun fact, akkor is 27-25-re kaptak ki, és akkor a Papp László Arénában Magyarországon volt ugye a döntő, Budapesten pontosabban, tehát hogy akkor éppen magyarországi EB-n játszottak egymás ellen döntőt. Hát ez volt a 15. torna, és Norvég a 9-et nyerte meg, és ez az összes eseménynek a 60%-a. Egészen értetlen, valljuk be, hogy norvégok mennyire uralják az EB-t. A bronzmérkőzésen Montenegro 27-25-re verte meg Franciaországot, hosszabbítás után viszont, tehát mindkét vasárnapi meccs 27-25 lett, az egyik az hosszabbításban. Montenegro mondjuk remek EB-t futott, és a Jován Kraljicevic ugye ezzel búcsúzott el a válogatottól. Hát elképesztő, neki tényleg egy 1100 gólja van a nemzeti csapatban, szinte hihetetlen. Volt egy másik rekord is az EB-n, ugye Cristian Ágó, a románok balátlövője döntötte meg egy olyan csúcsot, amely ugye nem csak a nőknél, hanem a férfiaknál is rekordnak számít, hogyha összerakjuk a két mezőnyt, hiszen ugye túl átlépett 300 Európa bajnoki találatot. Hát erre még senki sem volt képes, a férfiaknál ugyan Valur Sigurdsson volt a legeredményesebb. Hát most Cristian Ágó ezt állított, és hát ugye neki ez utolsó EB-je volt. Nem semmi, hogy milyen rekordokat döntögetnek. Pedig volt neki ám súlyos sérülés és pályafutása során, de mindenhonnan visszajött. Hát ő a párizsi olimpián vonulna vissza, persze az oda ki kéne jutni. Románia végül 12-ték lett, és hát pont előttük végzett a magyar válogatott, amely végül jó szájízzel zárta a tornát, miután 29-25-re győzte le Szlovéniát, 9 gólos Kluiber Katrin vezérletével. Itt tényleg oda tették magukat a lányok úgy, ahogyan kell ezt. Másképp is, hogy perc ez a hajrá kicsit késői volt, és másik fél időben Jaluri Kinga, meg Szikora Melinda is nagyokat védtek. Úgy tényleg remek teljesítmény jutottak abszolút, mondjuk úgy. Ügyesek voltak a lányok, ugye ezen az utolsó mérkőzésen, hát kár, hogy az EB az szerintem azon a horvátok elleni meccsen nagyon elment, amikor 21-18-as vereség lett a vége. Hát akkor legalább egy 9-10. Hely meg lehetett volna. Hát felemás torna volt, maradjunk annyiban. Ennél jövőre a világbajnokságon sokkal több kell, el kell menni a legjobb 8-ig. A VB-t majd egyébként Dánia, Svédország meg Norvégia rendezik meg, és ha bár Norvégia megnyert az EB-t, ezzel biztosra vált, hogy ők ugye kijutottak majd a 2024-es párizsi nyári olimpiára. Tehát a jövő évi azai VB-re már úgy készülhetnek, hogy
zsebben az olimpiai kvóta. Ugye a VB-re végül ugye Montenegro, Hollandia és Franciaország kvalifikálta magát, még így Európából három olyan legjobb csapat, amely még, amely ugye nem házigazda most jelen esetben. Ötéket végül a svédek szerezték meg. Hát összességében nagy hiányérzetünk lett a torna kapcsán, de hát jövőre tényleg sokkal több kell lenni. A VB-n, hát főleg 2024-ben, amikor ugye már 24 csapat jelen is, hogy Magyarország, mert Ausztria meg Svájc rendezi majd ezt a tornát. Hát most kezdjük be a staféta, mondjuk úgy. Kérdették a női EB All-Star csapatát is, ugye Benne Kluiber Katrinnal a jobb átlövő poszton, a kabus ezúttal Klobatra Dárlő lett, legjobb védekező Katrin Heindal, Katrine Heindal, irányító Stina Oftedal, balátlövő Krisztina Neágu, jobb szélső Jovánka Radicevic, Bálos Paul lett a Foppa, Balz és Emma Friss, az MVP pedig Henny Reisz. Hát amikor a döntőben nem remekelt, igen, Nora Mörk volt az, aki olyannyira remekelt, hogy végül gól királynő lett a tornán. És hát evezzünk gyorsan klubszintről, hogy bejelentették a Győrnél, hogy Ambrose Martin nem tölti ki, pontosabban ő nem hosszabbítja meg idén végén lejáró szerződését, így a mostani szezon végén majd távozik. Hát reméljük, hogy majd sikerül visszahódítani azt a Bajnók Ligáját, amire régóta vár már a győri kézilabda család, meg egyben a magyar kézilabda család is, hogy legyen újra egy BL győztes csapat. Hát a Győr ugye a döntőben vérzette legutóbb a Vipers ellen. Reméljük, hogy idén júniusban már az MVM Dom közönség egy győri csapatot lát majd a dobogó legfelső fokán, és egy trófeával a kezében. Sajtóek szerint akár éppen a Vipers vezetőedző Oleg Gusztáv Gyekstad érkezhet, persze ez még egyelőre találgatásnak tűnik, hát lesz mit átgondolni Győrben, az biztos jövő héten, vagy hát a jövő évre, évvel kapcsolatban pontosabban, de hát kiderül majd a jövőben, hogy ki lesz Ambrose Martin utódja. Férfi bajnokságban történt előző héten egy rekordöntés, ugyanis a Veszprém, a Telekom Veszprém 50-40-re győzte a Ferencvárost a bajnokság előző heti játéknapján, és hát 90 gólos mérkőzésre még nem volt példa a férfi NB1-ben. Ez eddig rekord, egy Veszprém csurgó meccs tartott, amely 58-28 lett, az 86 találat. Hát a 90 gól egészen hihetetlen volt. Az is, hogy a Veszprém a magyar bajnokságban 40 gólt kapjon, de az is, hogy 50-et szerezzen, az is nagyon kemény. Hát a Ferencvárosnál és Ferencvárostól is sokkal jobb védekezés kell, hogy a Veszprémről is ugyanez elmondható majd így a nemzetközi meccsek előtt. Hát nehezen hittem el, hogy ennyi gól simán meg lehet. De hát ilyen ez. Elképesztő, hogy potyoltak a gólok. Alig bírtam kapkodni a fejemet. De nézzünk rá arra, hogy mi vár ránk ezen a héten. Ugye éppen már mai napon, kedden, 17 óra, akkor lesz egy Balatonfüled Sierna férfi Európa Ligában élőben a Sport 1-en, ugye a Füred első pontjára hajt. Utána 18:45-kor a Pajduai fogadja a Ferencváros, Fradi, ugye előző napon az Istáccot győzte le, az éppen, hát most idegen megy, jóval nehezebb feladat várjuk. 20:45-kor a Fejér Bál Veszprém a címvédő Benficához látogat, hát az még nehezebb lesz. Én szerintem a Fejér Bál Veszprémnek a legfontosabb meccsé majd a Pressó ellen lesznek, majd ott lehetne igazán jó pontokat rabolni. Szerdán 18:45-kor a Szeged majd a Celjét fogadja, a férfi Bélbánt, hogy eddig két pontos a Szeged meg a Celje is, szóval kiki mérkőzés következik a hetedik fordulóban. Mindenképpen nyernek a Szegednek ahhoz, hogyha meg szeretné élni a kieséses szakaszt. Hát még reméljük azért ez sikerül. És a csütörtökön a Veszprém fordulhatja menetelését, szintén 3-4-7-től a Zágrábot fogadják majd. 11 ponttal veretlenül állnak Momirilis fiai csoport élén, a horvátoknak 3 pontjuk van. És sorrégben ott tudhatják ugye Leimeter Csabát jobb átlövő poszton. Szóval egy kézlabda az ennyi lesz, egy Telekom Veszprém csurgó meccset ír szombaton az M4 Sport Plus-ra 18 órára. Ez még egy televíziós mérkőzés. Hát nőzzél meg, inkább jövő héten indul a klubszezonnak a folytatása. Biztos, hogy nem fogunk unatkozni ezen a héten sem. Kézilabdában a női EB-t követően, de hát a foci VB is itt van, szóval hát valahogy időt kell szorítanunk szeretett sportágunkat, remélem a foci VB mellett gond nélkül időt tudunk szorítani a kézilabdára is, de hát az biztos, hogy ez meg lehet ezt oldani, szurkoljunk a magyar csapatoknak ezen a héten is ebben a kemény szezonban, bízunk abban, hogy
férfi Európa Ligában. Jönnek újabb pontszerzések, és a BL-ben majd a Veszprém meg a Szeged is tovább tudja gyűjteni a két pontjait. Ennyi volt erre a hétre a Van Hen Show. Hát Norvégiát egy biztos, hogy nehéz ezt megfogni a jövőben is, de hát a feladat adott, akár a magyar válogatott előtt is majd a következő időszakban. Köszönöm szépen a figyelmet, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!